Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget a 2023-as évi idősek napi rendezvényem. Felkérem Nagy András polgármester urat ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt szépkorúak, kedves vendégeink! Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az idősek világnapja alkalmából. Jászent Lászlón immár hagyománnyá vált, hogy ezen a napon összegyűlünk és hálánkat, köszönetünket fejezzük ki Önöknek. Természetesen ez az elismerés nem csak erre a napra szól, az idősek tisztelete a mindennapjaink része kell, hogy legyen. Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az Idősek Világnapja programsorozatát, október elején, azóta minden évben a világ különböző országaiban e napon ünnepeljük idős embertársainkat. A nap kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a méltóság teljes és aktív időskor fontosságára. Ez a téma személy szerint az én szívügyem is, úgy mint a testületnek és a Jászent László község önkormányzatának. Úgy vélem, hogy ma a lehető legaktuálisabb is, hogy összefogjunk és köszöntsük Önöket. A mi testi lelki egészségünket is szolgálja, hogy együtt lehetünk Önökkel. Mi mindannyian csak az Önök által elért eredményekre tudunk támaszkodni, az Önök tapasztalatait tudjuk továbbvinni. Mindaz, amit Önök a munkájukkal, kitartásukkal, tenni akarásukkal elértek, adja azt az alapot, amit mi most tovább építünk. Mi nemzedékünk csak gondolhatja, remélheti, hogy majd az ő munkáját is így becsülik meg unokáink. De ha abban a szellemben dolgozunk közösen, hogy utánunk következő nemzedékért dolgozunk, tehát a gyermekeinkért, unokáinkért, akkor sokkal bátrabban, sokkal jobb kedvel végezzük azt a munkát. És ez a munka az Önök iránti tiszteletet fejezi ki. A nemzedékek egymásra építkezve érhetnek csak el eredményeket, ezért is fontos, hogy megbecsüljük szüleink, nagyszüleink munkáját, de ez nem azt jelenti, hogy a nemzedékek csak egymás mellett dolgozhatnak, vagy egymás után, közösen, együtt. Talán soha nem volt akkora szükség az összefogásra, mint a napjainkban. Ez a gondolat egybecseng az idősek napjának célkitűzéseivel, a méltóság teljes és aktív időskor fontosságával. Bár a szépkorúak joggal érdemelték ki a pihenést a nyugdíjas éveikre, de a tudat, hogy milyen nagy szükségünk van még Önökre, talán nem mond ennek ellent, annál inkább jelenti azt, hogy plusz erőforrásokat adnak nekünk. Nagyon hibás ugyanis az az elgondolás, amely szerint ők a világgal lépést nem tartó emberek. Lehet, hogy a számítástechnika világában nem mozognak otthonosan, de fiatalok, ti sem tudtátok volna ezeket az eredményeket elérni, ha a szüleitek, nagyszüleitek nem dolgozott volna körömszakadtáig azért, hogy ti tanulhassatok. Tény ugyan, hogy a világ rendkívül módon fölgyorsult. Ezzel a gyorsasággal azonban mindenkinek meggyűlik a baja, hiszen a technikai újdonságok, a trendek gyakorlatilag követhetetlenné válnak. Digitális világ állandó pörgésben és zajában élünk, ezért korábbiakhoz képest még nagyobb szükségünk van azokra, az örök érvényű értékekre, melyet Önök hordoznak, képviselnek körünkben. Kedves barátaim! Az idős emberek tapasztalatát, életbölcsességét mindig megbecsülték. Szerepük minden korban különleges jelentőséggel bírt, de mára új tartalommal töltődött meg. Önök képviselik számunkra a biztonságot és az állandóság értékeit. Ezért talán a legfontosabb, hogy meséljenek a saját életükről, hisz a tudás semmivel sem pótolható. Hatalmas kincs az utódok számára. Ismernünk kell a múltat, ahogy a hazánk, úgy a családunk múltját is. Ahhoz, hogy értsük a jelent és irányítsuk a jövőt. Korunkban pedig erre minden korábbinál nagyobb szükség van. Az elmúlt 2-3 évben olyan dolgokat éltünk át, amelyeket korábban lehetetlennek tartottunk. És úgy tűnik, a jövő egyre kevésbé tervezhető. Azt gondoltuk, hogy az életünk kiszámítható és tervezhető, de rá kellett jönnünk, hogy szinte bármi megtörténhet. Világjárvány, a szomszédunkban zajló háború, gazdasági válság és megszorítások. Önök, akik több különböző válságot éltek már át,
tudásukkal és tapasztalatukkal átsegíthetnek bennünket ezeken a nehézségeken. Bízunk benne, hogy nem buborékba élünk mi fiatalok, lesz, aki fogja a kezünket a nehéz feladatok között. Engedjék meg, hogy befejezésül egy idézetet osszak meg önökkel. Albert Schweitzer így vélekedett. A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota. Az akarat és a képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaság fölött. Csak az öregszik meg, aki lemond az eszményeiről. Az ember akár 16 éves, akár 66, csodára szomjazik. Elámul a csillagok örökké valóságán, a gondolatok és a dolgok szépségén, nem fél a kockázatoktól, gyermeki kívánsággal várja, mi lesz holnap. Isten éltesse önöket! A korábbi évekhez híven idén is szeretnénk külön köszönteni a község legidősebb lakóit, illetve azokat, akik idén ünneplik kerekházassági évfordulójukat. Elsőként a legidősebb női lakosját Szent Lászlón, Cseh Istvánné, aki a Szent László Alapszolgáltatási Központ lakója. Jászent László legidősebb férfi lakosa, Gulyás József, aki sajnos most nem tudott eljönni. Idén ünneplik 45 éves házassági évfordulójukat Keller Anna Ágnes és Csenki Gábor János. Szintén ebben az évben ünneplik 40. házassági évfordulójukat Csúri Rozália és Kurucsai László István. Negyven éves házassági évfordulókat ünnepli Karsai Melinda és Hajagos Tóth István. Negyven éves házassági évfordulókat ünnepli Vastag Márta Anna és Németh József. Ők most nem tudtak eljönni. ...2023-ban ünneplik 50 éves házassági évfordulójukat Széchenyi Erzsébet Mária és Fekete László. ...50 éves házassági évfordulójukat ünneplik Marton Jolán Irén és Rékasi Mihály. Végül 50 éves házassági évfordulókat ünneplik idén Lajkó Mária és Hunyadi Dezső. Ők sajnos nem tudtak eljönni.